22.756, ennyi volt Dunaszerdahely lakossága 2017. december 31-i adat szerint. A dunaszerdahelyi lakosok száma 99-el csökkent az előző évhez képest. A város lakossága a 23 ezret legutóbb 2009-ben haladta meg. Születés 178, elhalálozás 216, tehát ugye 38-al több sajnos. A bejelentkezések száma 557, és akik elköltöztek Dunaszerdahelyről, az pedig 618. Tavaly is több volt az elhalálozás, ez általában minden évben így van, és kevesebb gyerek születik. És elég sokan kiköltöznek falukra, most vagy ott építkeznek, vagy bérlakásba költöznek. A városba vélhetően többen költöztek be, mint amit a hivatalos számok mutatnak, de sokan nem jelentkeznek be állandó lakcímre, hogy elkerüljék a helyi illetékek fizetését. A dunaszerdahelyi járásban 2017-ben 1226 baba született. A járási kórházban nőtt a szülések száma. 855, tavaly 840 körül, most pontosan 855, amiből 412 a lány és 443 a fiú. 11 ikerszülés volt. A standardon felüli szobák is attraktívak, ugyanúgy a szülőszobában történt változások, az ellátásban, talán ezek azok a momentumok, amik elősegítették azt, hogy valamivel több szülés volt. A Dunaszerdahelyi Anyakönyvi Hivatal adatai szerint a legnépszerűbb lánynevek a Zoé, Dóra, Emma voltak, a fiú nevek közül pedig a legtöbben a Dominik, Kristóf, Patrik nevet adták. A házasságkötések száma 2017-ben 149 volt, ebből 59 egyházi és 90 polgári esküvőt tartottak.